Szeptembertől új eszközzel vizsgálnak a Szent Borbála Kórház gyermekszemészeti szakrendelésén, ahol havonta több mint 200 gyermek fordul meg. A Plus Optics nevű eszköz csecsemők, kisgyermekek és fogyatékkal élők szemészeti vizsgálatát egyszerűsíti és könnyíti meg. 2,4 millióba kerül a műszer, és ehhez 1,8 millióval járult hozzá az a cég, amelyik segített nekünk, a Budapest Autófinanszírozási ZRT. Régen sokkal több volt a szponzor és a felajánlás, most egyre kevesebb, úgyhogy ezt mindenki megérzi. Sajnos a műszerek jó részét azt nem tudjuk beszerezni ilyen segítség nélkül. Meglátszik a műszerezettségünkön, egy kicsit előregedett, de még azért elég korszerű. A készüléket szeptember 25-én mutatták be a kórház dolgozóinak, a meghívott házi orvosoknak és körzeti védőnőknek. Az ünnepélyes átadáson dr. Piros Andrea főorvosnő ismertette a készülék gyakorlati használatát. Ez a készülék a gyermekek fénytörési állapotát állapítja meg, már egészen pici kortól. Általában 6 hónapos kortól tudjuk már használni ezt a készüléket. Az a nagyon nagy előnye ennek az eszköznek, hogy mi korábban csak többnapos otthoni cseppentés után tudtuk olyan állapotba hozni a szemet, hogy meg tudtuk mérni speciális eszközökkel a szemfénytörési állapotát. Ez a készülék a legtöbb esetben, nem minden, de a legtöbb esetben képes arra, hogy pupillatágítás nélkül is tájékoztatást nyújtson arról, hogy az egészen pici gyermeknek van-e olyan fénytörési hibája, amit szemüveggel orvosolni kell egészen korán, akár már 1 éves kor előtt. Ez egy teljesen új készülék. Néhány éve került a piacra világszerte. Az országban is néhány helyen használják, a klinikán már több éve, tehát több éve tapasztalják, hogy ez egy használható, megbízható és nagyon hasznos készülék, és kevés megyei szemészet büszkélkedhet vele, de nálunk mostantól már működik ez a készülék. A pici gyerekek tartanak attól, hogyha közel hajolunk hozzájuk, és hogyha különböző eszközöket az arcuk közelébe tolunk, ez a készülék 1 méteres távolságból mér. Az édesanyjuk ölében ülve egy érdekes villogó és érdekes hangjeleket kiadó készülékre kell csak néhány másodpercre figyelniük, és ez alatt az idő alatt a készülék már letapogatja a szemtörő közegeit és megállapítja a szemfénytörését.